Mi atyánk, végtelen jóságú mennyei atyánk, ki vagy a mennyekben, minden szférában. Ki a legtitkosabb bensőkig mindenütt jelen vagy. Szenteltessék meg a te neved, a legszentebb eszme. Jöjjön el a te országod, a krisztusi szeretet országod. Legyen meg az akaratod, a legmagasabb rendű akarat. Mint a mennyben, az égi szférában fénylő, szabadon, úgy a földön is, bennünk is fénylő, szabadon. A mindennapi kenyeret, testi, lelki, szellemi jeledet add meg nékünk ma. Uram, add, hogy Isten igényét, a napi szellemi jeledet befogadjuk, vele azonosuljunk, életünkkel megvalósítsuk. Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az örök fejlődés törvénye minden fokon, ami mértékben megbocsátunk, oly mértékben nyelünk bocsánatot. Uram, add, hogy megbocsássunk minden ellenünk vétkezőnek, szívből megbocsátva, elfedezve és elfeledve, s így tökéletesen feloldva minden ellenünk elkövetett vétkezőt. Mert ha meg nem bocsátjátok az embereknek vétkeiket, nektek sem fogja megbocsátani mennyei atyátok a ti vétkeiteket. Szabadíts meg a gonosztól, a rajtunk kívül is bennünk lévő gonosztól, hogy ne vigyen a kísértésbe, hogy a gonosz el bennünk és körülöttünk feloldódva jóvá átmenesüljön. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Mai meditációnk előtt is fel kell villantanunk a szellembukás, újraszületés, örökfejlődés biztosítását. Mert erre a szikla alapra épül mai pillanatunk. A Szentírás azt mondja, a bűnbe esett ember, a bűnbe esett emberiség kiüzetett a paradicsomból. Ez a szentírási tétel az isteni igazságot tárja elénk. A föld bukott szellem seregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk a földön. Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az ős ember állapottal kezdődött, és ez a felébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart. A Szentírás szerint az újraszületés és örökfejlődés boldogító távlatában. Mai témakörünk az isteni témakörök alapvetése, az Isten fogalom megközelítése a kozmosz mélypontjáról a Földről. A tér és idő relativitása témakörben tanulni voltunk a végtelen szellemi fejlődés kozmikus valóságának. Áttekintettük a végtelen fejlődés szellemfokozatait, a kozmosz mélyre hullott szellem állapottól, a mi állapotunktól, a mind nagyobbodó világrendszerek géniusain át, az őstisztaságú világrendig, és az abszolút végtelenség Isten fogalmáig. Mai meditációnkban belépünk az isteni lét témaköreibe. Három meditációban fogjuk átélni. Mai meditációnk az Isten fogalom megközelítése a kozmosz mélypontjáról. Az isteni témakörök alapvetése. Második meditációnk lesz a világegyetemnek megnyilvánuló Isten arca, a Szent Háromság arca a világegyetemben. Harmadik meditáción pedig lesz
a meg nem nyilvánuló Isten, az abszolút, örök, ős titok. Tehát mai meditációnk az isteni lét témaköveinek alapvetése, az Isten fogalom megközelítése a Földről, a kozmosz mélypontjáról. Mindenek előtt két alapvető kérdést kell félreérthetetlenül tisztáznunk. Az első alapvető kérdés a következő. Általában az ember hajlamos arra a felfogásra, hogy értelmes, gondolkodó lények, szellemi élet csak a Földön van. Az égboltozaton látható csillagmilliárdok pedig csak bizonyos törvények szerint működő anyagtömegek halmaza. Ez a szellemi geocentrikus felfogás, amint látni fogjuk, tarthatatlan. Amint hogy a történelem folyamán eddig bármely téren vallott minden geocentrikus felfogás megdőlt. Meg kellett, hogy dőljön, mert nem épült valóságra. Legmélyebb meggyőződésem, amelyet bizonyítani fogok, hogy gondolkodó, intelligens lények, emberi, szellemi társadalma, szellemi élet nem csak a Földön, hanem más égitesteken, más csillagokon is létezik. Akár évmilliárdok előkészületében, akár a jelenben megváltozva. Földünkön is 2 milliárd évig tartott a biológiai élet előkészítése. Egyáltalán az egész kozmoszban mindenütt, az évmilliárdok távlataiban különböző fokozatú szellemcsoportok milliárdjai haladnak a szellemi fejlődés útján. Az egész kozmosz összes milliárd égitestének magva, oka és célja mindenütt a szellemi principium, a szellemi lények fejlődése, magasabb rendűvé válása, Istenhez, az abszolútumhoz közelebb jutása. Ezt az állítást megkísérlem bizonyítani a következő okfejtéssel. Azt az alaptételt mindnyájan elfogadjuk és valljuk, hogy létezik egy az egész világegyetemet alkotó, egyensúlyban tartó és vezérlő elv. Ez Isten. Isten az oka, eredete az egész világegyetemnek. Isten az abszolútum. Minden elképzelhető legmagasabb rendűség, a legfőbb szeretet, jóság, végtelen bölcsesség, Istenből, mint ezek tulajdonságok ősforrásából, végtelen fokban árad a szellemi világrendbe, és ennek elveszett kis pontjába, a kozmoszba, a metagalaxis, a galaxisok milliárdjaiba. Most vegyük fontolóra. Melyek a magasabb rendű értékek? A szellemi vagy az anyagi értékek? Nyilvánvaló, hogy a szellemi értékek. A szellemi értékek, a szellemi valóságok mérhetetlenül felette állnak az anyagnak. Minthogy pedig Isten szellem és minden tulajdonsága tökéletesség, tehát terveiben és ezek megvalósításában végtelenül bölcs, végtelenül célszerű és szellemi beállítottságú kell, hogy legyen. Ez azt hiszem, mindnyájunk előtt vitathatatlan igazság, amely bizonyítása nem szorul. Isten fogalmával következik. Isten terveit tehát végtelenül bölcsen és szellemi szempontok szerint gondolja el és hajtja végre. Céltalanságok, téves értékelések, az anyagi valóságnak a szellemiek fölé helyezése
Isten gondolatai van abszolút fogalma. Ez úgy hiszem, mindenki előtt egyértelmű igazság. És vajon mit tapasztalunk, amikor csillagászati társaságainkkal a kozmoszt vizsgáljuk? Azt, hogy Földünk szinte ponttá, nullává zsugorodik össze a kozmosz csillag milliárdjai között. Földünk észre sem vehető porszem a világegyetem arányában. És az egész világegyetemnek ebben az egyetlen parányi zúgában, ezen a semminél is kisebb porszemen a Földön alkotott volna Isten egyedül valódi értéket, gondolkodó lényeket, szellemi intelligenciákat. A világegyetem milliárd és milliárd égitestét pedig Isten nem alkotta volna semmi egyébnek, csak anyagtömegek értéktelen halmazának, amely semmi más célt nem szolgál, mint hogy a porszemnél is kisebb Földön néhány értelmes lény ezen anyaghalmazt távcsövezze. Vajon nem tartanánk-e meghibbantnak egy olyan intelligenciát, aki egyetlen család számára városok millióit, lakások milliárdjait építené fel, csak azért, hogy a lakások milliárdjait üresen hagyva egyetlen város, egyetlen lakásába egyetlen családot telepítsen. A városok végtelen sora pedig üresen tátongana, céltalanul megépítve. Vajon nem volna-e ez az eljárás esztelen annak részéről, aki így cselekedne? Pedig ugyanezt tenné Isten, ha a milliárd égitestet csak azért építené meg, hogy mind lakatlanul hagyva, és csak egyetlen egyre a parszemnél is parányi földre telepítene lakókat, értelmes, szellemi érték. Pedig a szellemi érték az egyedüli érték, az önérték. Szemben az anyaggal, amelynek csak akkor és csak annyiban van értéke, amennyiben a szellem fejlődését szolgálja. Az anyag, az égitest halmaza csak önmagáért, anyag az anyagért, céltalanság, értelmetlenség. Amint egy város százezernyi házával, közműveivel, ha senki soha nem lakta, nem lakja és soha nem fogja lakni, önmagában értelmetlen. Tehát még egyszer ismétlem. Földünk észre sem vehető nulla a világegyetem arányaiban. A világegyetem milliárd égitestét Isten nem alkotta volna egyébnek, csak értéktelen anyagtömegek halmazának. És az egész világegyetemnek ebben az egyetlen zúgában, ezen a semminél is kisebb porszemen a Földön alkotott volna Isten egyedül értéket, értelmes intelligens életet. Ez döbbenetes, bár jó feltételezés volna Istenről. A tökéletesség, a szellemiség abszolútumáról. Ezzel azt mondanánk, hogy a végtelen tökéletesség, a végtelen bölcsesség felfogásában előbbre valók az anyagi értékek, mint a szellemi valóságok. Azt mondanánk, hogy Isten anyagelvű. Azt mondanánk, hogy Isten az abszolút szellem terveinek kigondolásában és végrehajtásában nem gondolkodik bölcsen, szellemileg észszerűen. Mert valóságos, vagyis szellemi értékeket, szellemi intelligenciákat a világegyetem egyetlen parányi zúgában a Földön tartott. Azonban, ha körülnézünk a Földön, még ezt is szellemileg torzra, és szellemi alkotás helyett csillagmilliárdok anyaghalmazának mozgatásában éli ki magát. Ez a feltételezés Istenről esztelenség, nonsens, lealacsonyítása, megsértése az Isten fogalomnak, a tökéletesség, bölcsesség, szellemiség abszolútumának.
Ehhez a felfogáshoz való ragaszkodás, az Isten fogalom eltorzulását, az Isten fogalom anyag elvűvé válását jelenti, ami önmagában abszolút. Ennél a felfogásnál sokkal becsületesebb és következetesebb a materializmus felfogása, amely kijelenti, hogy nincs szellem, csak anyag, és egyben levonja e felfogás egyedül helyes és végső konzekvenciáját, hogy nincs Isten. De elképzelni, hogy van Isten, és Isten anyagelvű, abszolút. Most pedig a második alapvető kérdést kell félreérthetetlen tisztáznunk, amelyhez az isteni bizonyságot a könyvek könyvéből, az evangéliumból Krisztus adja meg. Idéznünk kell Krisztus örök érvényű szavait, hogy erősen tudatosítsuk magunkban, hogy az isteni gondviselés, a végtelen isteni szeretet minden emberre, sőt, az egész világegyetemben létező minden lényre, eseményre kiterjedő személyes gondviselés. Állandó, örökké valóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legkisebb részletekre kiterjedő személyes vezérlés. A végtelen jóságú mennyei Atya végtelen szeretete. És még valamit tudatosítanunk kell. Az Úr Jézus az evangéliumban soha nem használt költői túlzást, frázist. Nem fért össze lényével. Amit mondott, és ahogyan mondta, annak mindig a legmélyebb szellemi alapja volt. Az mindig igazság volt a szó isteni értelmében. Tehát az evangéliumi idézete. Máté 6. fejezet, 7.-8. vers. Imádkozván ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, mert azt vélik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt. Máté 18. fejezet, 11-14. versig. Az emberfia üdvözíteni jött azt, ami előszett. Mit gondolta? Ha valakinek 100 juha van, és egy azok közül eltéved, nem hagyja-e ott a 99-et, és megy keresni azt, amelyik eltévedt? Így a ti atyátok, ki a mennyekben van, nem akarja, hogy elveszen csak egy is. Ez a mindenható Isten mindenható akarata. Máté 6. fejezet 29-től a 30. versét. Nem, de két verebet egy garasért adnak, és egy sem esik azokból földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még fejetek hajszálai is megvannak számlálva. Krisztus soha nem használt költői frázist. Nektek pedig még fejetek hajszálai is megvannak számlálva. Emlékezünk, hogy az emberi test misztériumának a harmadik meditációjában aznak voltunk tanúi, hogy nem csak, hogy megvannak számlálva hajszálaink, hanem minden hajszál külön, minden hajszálnak gyökerek külön egy nyirok védőkosárba van helyezve, amely táplálja, amely védi, amely a fertőzések ellen, tehát egy döbbenetes, itten nagyon keveset is mondott Krisztus. Tehát még egyszer ezt az idézetet. Nem, de két verevet egy garasért adnak. És egy sem esik azokból földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még fejetek hajszálai is megvannak számlálva. Lukás 12. fejezet 22-től a 31. versén. Ne aggódjatok életetekről, mit egyetek, sem testetekről, mibe öltözzetek. Nézzétek a liliomokat,
miként növekednek, nem fognak és nem szőnek. Pedig Salamon minden dicsőségében sem volt úgy öltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezők füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, Isten így ruházza, nektek se azon járjon az eszetek, mit egyetek és igyatok. Mert ezek után a világ népei futkosnak. A ti atyátok tudja, hogy ezekre szükségtek van. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek. És végül Pál apostol levele a zsidókhoz, 4. fejezet, 12-13. vers. Eleven az Isten szava, és áthatóbb minden két élő karnál. Behatol a léleknek és szellemnek, ízeknek és velőknek eloszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Semmi sem láthatatlan előtte, minden födetlen és nyílt a szem előtt. Lezárjuk az evangélium idézeteket. Az idézetekkel célunk az volt, hogy a második alapvető kérdést tisztázzuk. Hogy előttünk érjen az evangélium igazsága, hogy Isten gondviselése minden emberre, minden lényre, eseményre, a legapróbb részletekig kiterjedő személyes vezérlés. Tehát két kristálytiszta alapelv áll előttünk, mint bebizonyított valóság. Az első alapelv a következő. A kozmosz megszámlálhatatlan égi testein mindenütt, évmilliárdos fejlődési ciklusokban váltakozva, különböző szellemi fokozatú és létformájú szellemcsoportok milliárdjai bontakoznak, fejlődnek. Az egész kozmosz milliárd égi testének oka és célja mindenütt a szellemi intelligenciák fejlődése, magasabb rendűvé válása, Istenhez közelítése. A második alapigazság a következő. Az isteni gondviselés, a végtelen isteni szeretet minden egyes emberre, az egész világegyetemben létező minden intelligenciára, lényre, eseményre kiterjedő, örökké valóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legapróbb részletekig kiterjedő személyes gondviselés. Most pedig, hogy ezt a két kérdést tisztáztuk, megkezdhetjük a kozmosz mélypontjáról, az Isten fogalomnak, a végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítését. Meg fogjuk kísérelni Istent, a világ mindenség teremtő és fenntartó atyát a maga felfoghatatlan végtelenségében megsejteni. Keresztül fogunk haladni 8 egymás után következő fokozáson. Figyeljük majd meg, minden fokozat távlata, amely az előző fokozat távlatában végtelen nagy volt, a következő fokozat kitágulása következtében parányás borodik. Első fokozat, alapfok. Egy ember életének egyetlen pillanata elenyésző parány földi életében. És nincs egyetlen ember, egyetlen oly pillanata, oly gondolata, amely ne feküdnék tisztán és világosan, örökké valóságok óta Isten öntudata előtt. És minden egyes ember összes körülményeit pillanatról pillanatra úgy irányítja az isteni bölcsesség, amint az szellemi fejlődése szempontjából a legcélra vezetőbb. Második fokozat. Egy ember jelenlegi élete, elenyésző paránya, örökké valóságok óta az idők végtelenségéig tartó szellem életének. És ezt
a szellemnek örökké tartó életét, az isteni szeretet örökké valóságok óta az idők végtelenségéig, pillanatról pillanatra, a legcélra vezetőbben vezérlő. Harmadik fokozás. Egy ember, egy szellem, évmilliárdos múltú és örökké tartó életével, elenyésző paránya a földhöz kapcsolt sok milliárdos szellemseregnek. És minden szellemet az isteni szeretet külön-külön egyénileg vezérel. És pedig úgy vezérel, hogy örökké tartó élete alatt mindig akkor és azzal a szellemmel találkozzék, akivel szemben feladatát meg kell oldania, és amikor ennek a találkozásnak a pillanata a kiegyenlítődésre, a probléma megoldására a legalkalmasabb. Negyedik fokozás. A Föld sok milliárdos szellemcsoportjával parányi porszeme naprendszerünknek, naprendszerünkben vezérelt szellemcsoportok milliárdjainak. Hangsúlyozom, az isteni öntudat minden szellemet örökké valóságokon keresztül pillanatról pillanatra egyénileg vezérel, a számára legcélra vezetőbb módon, a számára létező legrövidebb úton, a számára legcélra vezetőbb körülményekbe helyezve. Ötödik fokozás. Naprendszerünk elenyésző porszem tejött rendszerünkben. Világrendszerünkben. És jól jegyezzük meg, tejút rendszerünk több száz milliárd naprendszerén mindenütt szellemseregek milliárdjait vezérli az isteni öntudat a fejlődés örökké valósági ciklusaiban. Mégpedig minden szellemet egyénileg a számára legcélra vezetőbb módon. Hatodik fokozás. Világrendszerünk, tejútrendszerünk, galaxisunk, elenyésző porszem metagalaxisunkban. Az emberiség által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő világrendszerek, tejútrendszerek milliárdjainak rendszerében. És most, hogy galaxisunk, tejútrendszerünk parányi térre zsugorodott, gondoljuk meg, hogy az égboltozaton megfigyelhető csillagmilliárdok egyes ködfoltoktól eltekintve mind a mi tejútrendszerünket, tehát egy tejútrendszerhez tartoznak. És milliárd ilyen tejútrendszer, világrendszer van metagalaxisunkban. Ilyenek a millió és milliárd fényév távolságokban észlelt spirálködök, csillaghalmazok. Mint mindnyájan tudjuk, a fényév kifejezés távolságok jelent. Ott, ahol a távolságok már oly nagyok, hogy kilométerekben már nem tudunk érzékelhetően felfogni, fényévben kezdünk gondot számolni. Egy fényév jelenti azt a távolságot, amelyet a fény egy év alatt be tud futni. Gondoljuk el, a fény 1,4 másodperc alatt a Földről a Holdra él. 1,4 másodperc alatt. Mivel a fény másodpercenként 300 ezer kilométeres sebességgel halad, azaz 1 másodperc alatt 7,5-szer, 1 nap alatt 700 ezerszer képes megkerülni a Földet, és Földünk a naptól 6 fénypercre van, tehát már egy fényév is elképzelhetetlen távolságot jelent. Tejútrendszerünk pedig cirka 100 ezer fényév átmérőjű térben elhelyezkedő több száz milliárd naprendszerből áll. Mint mondtam, teleszkópjaink által észlelhető csillagok egy tejútrendszerhez, a mi tejútrendszerünkhöz tartoznak. Csillagászaink észlelnek még millió és milliárd fényév távolságokban spirálködöket,
kötfoltokat, amelyek a mi tejútrendszerünkhöz hasonló világrendszere. Megismétlem a hatodik fokozat. Tejútrendszerünk csillagmilliárdjaival együtt elenyésző porszem metagalaxisunk van, a csillagászok által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő galaxisok milliárdjai rendszerében. Hetedik fokozás. Metagalaxisunk, a galaxisok milliárdjainak rendszere, vagyis a bukás teljessége, a kozmosz, észlelni nem tudjuk, azonban létezik és betölti a világegyetemet. Ne felejtsük el az első alapvető fogalmat. Isten szellem és a világegyetemet az ő képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát a teremtés úgy, ahogy Isten kezéből kikerül, szellemé. Azonban a teremtettség egy kis töredéke, hangsúlyozom, elenyésző töredéke elbukott, eltávolodott Istentől, és ezáltal anyagiasult világokat, világrendszereket, apró felhősödéseket hozott létre, a szellemi világrend mérhetetlen derült égboltozatán. A galaxisok milliárdjai, elenyésző töredék a teremtettségben, az elveszett egy a 99 igaz között az evangélium számtörvénye szerint. Hogy valóban milyen kismértékű ez az Istentől való elhajlás, anyagiasulás, a szellemi világrend derült égboltozatán, arról beszámolnak csillagászaink, amikor megállapítják, hogy az egyes csillagok oly messze esnek egymástól, mintha homokszemeket 100 kilométeres távolságokra helyeznénk egymástól. Tehát itt egy homokszem, majd 100 kilométerre semmi, majd ismét egy homokszem, majd 2-300 kilométerre ismét ül, majd ismét egy homokszem, és itt tovább. És az égi testek ilyen elosztottsága a kozmosz legsűrűbben anyagiasult helyein, az egyes tejútrendszereken belül van így, ahol a csillagok csoportosulva, tömörülve vannak. Az egyes tejútrendszerek közötti mérhetetlen terekben azonban a szellemi világrend létezik és működik. Egyáltalán a szellemi világrend az egész világegyetemet betölti. És a félanyagi és anyagi világrendszerek megszámlálhatatlan milliárdjai, mint apró elhomályosulások, apró felhősödések, egyes csomóponti helyeken be vannak ágyazva a szellemi világrendbe, és vezéreltetnek általa. Nyolcadik fokozás. És végül a teljes teremtettség, az abszolút világmindenség, vagyis az anyagi, félanyagi és szellemi világrend abszolút teljessége porszemmé zsugorodik az abszolút végtelenségű mennyei atyával szemben. Vagyis az összes anyagi, félanyagi és szellemi világrendszerek abszolút teljessége a teljes teremtettség Istennek, az abszolút világmindenség teremtő, fenntartó és vezető atyának csak egy gondolata. Istennek pedig van végtelen sok más, végtelen nagyszabású, nem a teremtésre vonatkozó, a teremtéstől független gondolata. Ennek döbbenete fog elénk tárulni az isteni lét végső harmadik témakörénél, a teremtésnek meg nem nyilvánuló Isten, az abszolút végtelen ős titok szemlélésénél. Tehát a világegyetem teremtése, rendszerbefoglalása, fenntartása és vezérlése csak egy gondolata Istennek. Végtelen sok más, a teremtés nagyságával egyenértékű, sőt nagyobb értékű, nem a teremtésre vonatkozó, a teremtésről abszolút független gondolata között. És ez a fokozás és konklúzió Isten nagyságáról az igaz valóságot meg sem közelítő, derengő sejtelem Isten valódi, megsejthetetlen végtelenségével szemben.
Most pedig tegyük meg gondolatban ezt a végtelen utat vissza. A végtelen nagyból a pillanat kiinduló pontjáról. És ismerjük fel a mi úgynevezett nagyságunkat, az ember arányát Istennel szemben. Mi, akik a pillanatok problémáin rágódunk, és majdnem mindig elbukunk. Végső megfogalmazásban Isten a végtelen szeretet. És a végtelen isteni szeretetnek gondja van, megszámlálhatatlan világrendszerei legutolsó naprendszere, legutolsó bolygójának legelesettebb, legkisebb szellemére, emberére is. És a végtelen isteni szeretet örökké valóságokon keresztül, pillanatról pillanatra, a legcélra vezetőbb módon mindenkit egyénileg vezérel. Imádkozván ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt. Nem, de két verebet egy garasért adnak, és egy sem esik azokból a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még fejetek hajszálai is megvannak számlálva. Isten behatol a léleknek és szellemnek, ízeknek és velőknek eloszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Végül, atyátok, ki a mennyekben van, nem akarja, hogy elveszen csak egy is. Ez a mindenható Isten mindenható akarata. A végtelen isteni szeretet minden egyes emberre, az egész világegyetemben létező minden intelligenciára, lényre, eseményre kiterjedő, örökké valóságokon keresztül, soha meg nem szakadó, a legapróbb részletekre kiterjedő személyes gondviselés. Ezzel előkészítettük tudatunkban a lehetőséget arra, hogy Isten két döbbenetes végső problémakörét, a teremtésnek megnyilvánuló Isten arcát és a meg nem nyilvánuló Isten ős titkát a szimbolikus ábrázolás jelképrendszerével megközelíthessük, és ennek a lélegzet állító látványát a lélek megrendülésével átélhessük. Végtelen jóságú mennyei atyának, add, hogy benső szellemi látáson, szellemi szemünk megnyíljon. Áld meg értelem világunkat, hogy a végtelen isteni bölcsesség az élő hit által bennünk örök bölcsességé válik. Áld meg érzelem világunkat, hogy a végtelen isteni szeretet az élő alázat által bennünk örök szeretetté válik. Áld meg akaratvilágunkat, hogy a végtelen isteni erő az élő remény által bennünk örök erővé válik. Áld meg földi életünket, hogy testetöltésünk célját, a szeretet két fő parancsának betöltését minden élethelyzetben felismerjük, és mind magasabb fokon betöltsük. Áldj meg minden ügyet, melyet szolgálunk. Áldj meg mindenkit, akivel kapcsolatba kerülünk. Hogy mindenben minden szent akaratod szerint történjék, bennünk is általunk. Amen. Mi atyánk, végtelen jóságú mennyei atyánk, ki vagy a mennyekben, minden szférában. Ki a legtitkosabb bensőkig mindenütt jelen vagy. Szenteltessék meg a te neved, a legszentebb eszme. Jöjjön el a te országod, a krisztusi szeretet országa. Legyen meg az akaratod, a legmagasabb rendű akarat,
mint a mennyben, az égi szférában fénylő, szabadon, úgy a földön is, bennünk is fénylünk szabadon. A mindennapi kenyeret, testi, lelki, szellemi eredet, add meg nékünk ma. Uram, add, hogy Isten igéjét, a napi szellemi eredet befogadjuk, vele azonosuljunk, életünkkel megvalósítsuk. Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az örök fejlődés törvénye minden fokon, ami mértékben megbocsátunk, oly mértékben nyerünk bocsánatot. Uram, add, hogy megbocsássunk minden ellenünk vétkezőnek, szívből megbocsátva, elfedezve és elfeledve, s így tökéletesen feloldva minden ellenünk elkövetett vétket. Mert ha meg nem bocsátjátok az embereknek vétkeiket, nektek sem fogja megbocsátani mennyei atyátok a ti vétkeiteket. Szabadíts meg a gonosztól, a rajtunk kívül és bennünk lévő gonosztól, hogy ne vigyen a kísértésbe, hogy a gonosz elv bennünk és körülöttünk feloldódva jóvá átmenesüljön. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen. Mai témakörünk a világegyetemnek megnyilvánuló Isten arca. Múlt meditációnkban, amely az isteni lét alapvetéséről szólt, szent volt a hely, ahová léptünk. Az a terület, amelyre ma lépünk, hétszeresen szent. Mert a megnyilvánuló Istent nem következményeiben, a teremtésben, hanem önmagában, megnyilvánulásaiban fogjuk szemlélni. A Szentírás azt mondja, hogy Isten saját képére alkotta az embert, a halhatatlan szellemet. Isten legbensőbb lényege a Szent Háromság. És mint hogy az ember Isten képére van alkotva, tehát az ember legbensőbb lényege is a Szent Háromság. Ebből a sarkigazságból kiindulva, a halhatatlan szellem az ember szellem alkatát vizsgálva, a megnyilvánuló Isten szellem alkatára vonatkozólag igen fontos konzekvenciákat vonhatunk le. Azt tapasztaljuk, hogy minden emberben három szellemi alaptulajdonság van. Értelemvilága, érzelemvilága, akaratvilága. Amely háromnak az egysége a szellemi létet lehetségessé teszi. Tehát minden szellemlénynek a lényében megnyilatkozó értelem, érzelem, akarat hármassága a létezését biztosító Szent Háromság. Igaznak véve a Szentírás alaptételét, hogy a lényiségbe foglalt Szent Háromság a világegyetem minden szellemlényének szellemalkata, és igaznak véve a Szentírás alaptételét, hogy a szellemlények Isten képmásai, és így a világegyetem összes szellemlényei együttesen Isten arcát tükrözik, az analógia törvénye szerint ez a Szent Háromság kell, hogy legyen, a világegyetemet teremtő és kormányzó, a világegyetemnek megnyilvánuló Isten legbensőbb szellem alkata is. Ezen a nyomon elindulva, a benső csend állapotát önmagunkban kialakítva, kíséreljük meg behatolni a szentek szentélyébe a világegyetem felé forduló Isten szellem alkatának vizsgálatában.
a megnyilvánuló Isten, ős alap megnyilvánulása, az abszolút végtelenség. Ez annyira alap megnyilvánulása Istennek, hogy összes megnyilvánulását elválaszthatatlanul alkotja. Olyannyira, hogy Isten minden megnyilvánulása ebből épül fel. Tehát Isten minden megnyilvánulása végtelen. Ez a végtelenség minden egyes megnyilvánulásnál hármas alkatot alkot. Isten minden megnyilvánulása mindenütt jelen való, vagyis végtelen a térben. Isten minden megnyilvánulása örökké való, vagyis végtelen az időben. És Isten minden megnyilvánulása abszolút, vagyis végtelen intenzitásban. A következőkben minden egyes isteni megnyilvánulást a rövidség kedvéért ezzel a három jelzővel fogunk illetni. Végtelen, végtelenség a térben, örök, végtelenség az időben, és abszolút, végtelenség intenzitásban. A világegyetemnek megnyilvánuló Isten összes megnyilvánulásait először külön-külön önmagukban fogjuk szemlélni. Azonban ezek a megnyilvánulások egymástól elválaszthatatlanok, szétbonthatatlanul együtt sugározzák be az egész világegyetemet. Csak a mélyrebukott szellem kénytelen, elhomályosult állapotában ezeket külön választani, hogy analízis alá vehesse őket, mert képtelen összességük egységében elemezni. Hogy azonban fogalmat alkothassunk erről a végtelen sugárzásról, tisztáznunk kell újra magunkban a teremtés fogalmát. Először én, az örök értékű szellem, évmilliárdos múltammal és örökké tartó életemmel porszem vagyok a földi szellemlégió sok milliárdos szellemseregében. Hogy erről az évmilliárdos múltról egy kis fogalmat alkothassunk, gondoljunk arra, hogy a csillagászok szerinti Big Bang, a nagy robbanás, az ősbukás, vagyis kiszakadásunk az őstisztaságú szellemi világrendről 15 milliárd évvel ezelőtt történt. Pedig ez csak tévejgésünk állapota. Amikor kiszakadtunk az őstisztaságú szellemi világrend időtlen örökké valóságába. Tehát megismétlem. Én, az örök értékű szellem, sok évmilliárdos múltammal és örökké tartó életemmel porszem vagyok a földi szellemlégió sok milliárdos szellemseregében. A földi szellemlégió elenyésző pont naprendszerünk szellemlégióinak seregében. Naprendszerünk szellemlégiói elenyésző pont galaxisunk, világrendszerünk több százmilliárd naprendszerének szellemseregeiben. Világrendszerünk, galaxisunk elenyésző porszem, metagalaxisunkban, a galaxisok milliárdjai rendszerében. Metagalaxisunk, vagyis a galaxisok milliárdjainak rendszere, a bukás teljessége, a kozmosz, az elveszett egy, a 99 igaz között, csak jelentéktelen bárányfelhő az őstisztaságú szellemi világrend derült égboltozatában. És végül az őstisztaságú szellemi világrend, a teremtettség teljessége ponttá zsugorodik az abszolút végtelenségű Istennel szemben.
a megnyilvánuló Isten ős szubstancialitásának, ős lényiségének, egész világegyetemet betöltő végtelen szentsége sugárzása a következő megnyilvánulásokat sugározza a világegyetemben. Abszolút ős lét, végtelen ős lét, örök ős lét. Abszolút létteljesség, végtelen létteljesség, örök létteljesség, ős létteljesség. Abszolút változhatatlanság, végtelen változhatatlanság, örök változhatatlanság, ős változhatatlanság. Abszolút szellem, végtelen szellem, örök szellem, ős szellem. Abszolút lényeg, végtelen lényeg, örök lényeg, ős lényeg. Abszolút valóság, végtelen valóság, örök valóság, ős valóság. És végül abszolút egység, végtelen egység, örök egység, ős egység. Ezek voltak az isteni szubstancialitás ős megnyilvánulásai, amelyek betöltik az egész világegyetemet és minden szellemi szubstancialitás ős alapjait. A következőkben szemlélni fogjuk az első isteni alaptulajdonság, az isteni értelemvilág megnyilvánulásai. A megnyilvánuló isteni értelemvilág egész világegyetemet betöltő végtelen szentsége sugárzása a következő megnyilvánulásokat sugározza a világegyetemben. Hangsúlyozom, hogy ezek együttesen hatnak. Mi csak bukottságunk miatt vizsgáljuk külön-külön. Abszolút bölcsesség, végtelen bölcsesség, örök bölcsesség, ős bölcsesség. Abszolút megismerés, végtelen megismerés, örök megismerés, ős megismerés. Abszolút tudás, végtelen tudás, örök tudás, ős tudás. Abszolút eszme, végtelen eszme, örök eszme, ős eszme. Abszolút igazság, végtelen igazság, örök igazság, ős igazság. Abszolút világosság, végtelen világosság, örök világosság, ős világosság. Abszolút egyszerűség, végtelen egyszerűség, örök egyszerűség, ős egyszerűség. Abszolút észszerűség, végtelen észszerűség, örök észszerűség, ős észszerűség. Abszolút célszerűség, végtelen célszerűség, örök célszerűség, ős célszerűség. És végül abszolút rend, végtelen rend, örök rend, ős rend. Ezek voltak az isteni értelemvilág ős megnyilvánulásai, amelyek betöltik az egész világegyetemet, és minden szellemi értelemvilág, minden szellemi bölcsesség ős forrásai. Következőkben szemlélni fogjuk a második isteni alaptulajdonság, az isteni érzelemvilág megnyilvánulásait. A megnyilvánuló isteni érzelemvilág egész világegyetemet betöltő végtelen szentséges sugárzása
a következő megnyilvánulásokat sugározza a világegyetemben. Ismételten hangsúlyozom, hogy ezek együttesen hatnak. Mi csak bukottságunk miatt vizsgáljuk külön. Abszolút szeretet, végtelen szeretet, örök szeretet, ős szeretet. Abszolút jóság, végtelen jóság, örök jóság, ős jóság. Abszolút együttérzés, végtelen együttérzés, örök együttérzés, ős együttérzés. Figyeljük meg a következőkből, hogy a végtelen isteni szeretet megnyilvánulásai hogyan hajolnak fokozatosan a bukott teremtettség felé. Abszolút részvét, végtelen részvét, örök részvét, ős részvét. Isten minden aspektusa öröktől fogva sugárzik, mert az isteni tudat öröktől fogva tudta, hogy a teremtettség egy töredéke, hangsúlyozom, kis töredéke elbukik. Az isteni tudat az örök jelen. Benne nincs sem múlt, sem jövő, csak az örök jelen. Abszolút irgalom, végtelen irgalom, örök irgalom, ős irgalom. Ezek a megnyilvánulások már csak a bukás fölé hajolnak. Abszolút kegyelem, végtelen kegyelem, örök kegyelem, ős kegyelem. Abszolút megbocsátás, végtelen megbocsátás, örök megbocsátás, ős megbocsátás. Abszolút könyörület, végtelen könyörület, örök könyörület, ős könyörület. Abszolút áldozat, végtelen áldozat, örök áldozat, ős áldozat. Abszolút megváltás, végtelen megváltás, örök megváltás, ős megváltás. Ismét az egész teremtettség felé forog. Abszolút szellemi öröm, végtelen szellemi öröm, örök szellemi öröm, ős szellemi öröm. Végül az ős tisztaságú világrend felé. Abszolút alleluja, végtelen alleluja, örök alleluja, ős alleluja. Ezek voltak az isteni érzelemvilág, az isteni szeretet ős megnyilvánulásai, amelyek betöltik az egész világegyetemet, és minden szellemi érzelemvilág, minden szellemi szeretet ős forrásai.